Kis Ildikó 25 éve óvónő a Halpiac téri óvodában, megbízott igazgatónőként első feladatai közé tartozik a nyári óvodai szolgálat biztosítása, ugyanis ez az óvoda az egyik, amely 6 héten keresztül nyitva tart. Szeptembertől pedig szeretné folytatni a Margaréta oktatási és nevelési programot, valamint a már megvalósított külső felújítás után fontosnak tartja az új segédeszközök beszerzését. A Margaréta óvodai program, mint maga a virág is szimbolizálja, a sok szírom, a sok színűséget, sokféleséget, igyekszünk mi is sokfélék és sokszínűek lenni, tehát a gyerekeknek átadni azt a tudást, ami őket nem csak az iskolára, hanem majd az életre is felkészíti. Fontosnak tartom még a néphagyományok ápolását, az óvodai évkör magába foglalja az ünnepeket, eseményeket, különféle aktivitásokat, amikkel próbáljuk még a gyerekeknek az óvodai életét szebbé és változatosabbá tenni, segítségül hívjuk a verseket, meséket, énekeket. A Kodály Zoltán alapiskolában szintén igazgatócsere történt. Az oktatási intézményt júliustól Takács Iveta vezeti, aki magyar történelem szakos pedagógusként 28 éve tanít az iskolában. Módszertani vezető is volt. Az új feladatot hatalmas kihívásnak tartja. Szeretném azt, hogy az iskola az a gyerekeknek a második otthona legyen, szívesen, örömmel járjanak iskolába, jól érezzék magukat az iskolában. Természetesen nagyon fontos a szülő, pedagógus, gyerek együttműködés, és az elsődleges célom az, hogy ebben a hármasban mindenki jól érezze magát, megtalálja a helyét. A megbízott intézményvezetők december végéig töltik be az igazgatói tisztséget. A városi önkormányzat új pályázatot ír ki, amelyen ők is indulhatnak. A pályázat nyertesei 2025. január 1-től vezetik majd az érintett óvodát, illetve alapiskolát.